Üdvözlök mindenkit, Abidosz vagyok, és most a Killzone játékot fogom nektek bemutatni PS2-n, és ez azért lesz érdekes, mert ez a Black mellett a másik legszebb FPS játék a PlayStation 2 konzolon, és a múltkor nagyon bejött nektek a Black játék, és azért úgy gondoltam, hogy érdemes lenne egy másik ilyen klasszikust is elővenni. Tehát a Killzone eredeti változata az itt van, és ami az egyik érdekessége a mostani Killzone-okhoz képest, bár az utolsó kettővel nem játszottam, a Killzone 2-vel játszottam. Folytathatom a játékot onnan, ahol abba hagytam, megpróbálom azt. Ami érdekes, hogy itt nem csak egyedül lehet mászkálni. Látjátok, itt is van történet. Hát a pályától tartottam, emlékszem rá, nagyon nehéz. Tehát itt nem egyedül mászkálunk, és választható karakterek vannak. Amúgy a játék az PlayStation 2-re jelent meg eredetileg 2004 novemberében, majd később PlayStation 3-ra is megjelent egy felújított HD változat, az 2012 októberében. Hát kinek mi, ha érdekel a játék, akkor hát PlayStation Network-ről elméletileg megvásárolható. És íme ez a Killzone PlayStation 2-n. Nagyon remélem, hogy jó lesz a hang, és nem lesz túl hangos a játék hozzám képest. Hoppá, véletlen gránátot fogtam. Itt az irányítás, azt kicsit vissza kell szoknom, vagy meg kell szoknom. Ami a mesterlövész az egész jól meg van csinálva, tehát ilyen, látjátok, hogy egy kicsit mozog, aztán hogyha jobban akarok mozogni, akkor követi jobban a képet. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog. A társaink folyamatosan velünk jönnek, és tényleg azért is érdekes, mert nem csak... Hoppá. Tehát nem csak izékkel lehet mászkálni, nem csak a jó fiúkkal, hanem hát lesz majd benne ilyen szinten egy kis változás is. Fogalmam sincs, melyik Google a karakter. Aha, megvan. És... hát tényleg a Killzone 2-t az a PS2 elejére, vagy PS3 elejére várták a megjelenését, és hasonló grafikai áttörést vártak tőle, mint a Killzone 1-től, de azért annyira nem hozta meg, illetve hát a PlayStation 4-nél is a új Killzone az egyik. Észrevettek? Tehát a... Hoppá! Csendben is tud gyilkolni ez a fegyver. Hoppá! Tehát a PS4-re is az egyik első új játék az a Shadowfall Killzone. PSP-re is jött Killzone. Ja, és mindegyik karakternek, mivel választható karakterek vannak, különleges képességei vannak. Most nem tudom, hogy a többinek micsoda, de neki például ez az éjjellátó. Meg kés, meg ez a hangtompítós fegyver, ami alap nála. Elég nehéz a játék, mint mondtam. Tehát fogalmam sincs, hogy hosszú távon ki tudok-e tartani. Egy gombkiosztást én nézek, amúgy elég
jó a menüje, van autószév, hangerőt lehet állítani, meg feliratot hozzá, akkor Controls-nál például lesz, hogy ne kelljen nyomot tartani, és illetve egy kicsit az érzékenységet állítok, mert ez a múltkor is rossz volt a Blacknél is. És meg is vagyunk, szerintem. És még lehet, hogy jaj, itt át lehet állítani ugye a gombokat, de ajaj, az a reload, és maradjon is az. Jó, sikerült nem elrontanom a gombkiosztást, megtartjuk a beállításokat, és megyünk is tovább. Na nézzük. Ha most már nyomva tartós a gomb. Kicsit furcsa az érzékenysége. PS2-nek a joysticknek az érzékenysége azért nem olyan jó, mint egy PS3-nak. Ezt meg kell hagyni. Ja, most már tudom, hogy melyiket tárazok újra. Nem tudom, hogy mi történik. Ho! Honnan lőnek? Mindjárt meghalok. Nem, újra töltődik szép lassan. Nem tudom, hogy nézegettem itt a gombkiosztásokat, hogy miket csinálnak. Hát, itt voltak a küldetések. Arra most nem látok senkit. Honnan lőnek? Valahol a bal oldalról hallom a lövéseket. De lehet, hogy fordítva van, beállítva. Vagyis hang az fordítva jön és... Azért nem tudom behatárolni, hogy honnan jön a hang. Ah, szereztem életet. Az jó. Ha most... balról fogom hallani. Igen, meg kell fordítanom a fejemen a fülest. Várjatok. Hát remélem, hogy nektek jól lesz a hang. Tehát, hogy nem fordítva halljátok. Mert az elég idegesítő. Ez megvan. Fú, de lehet, hogy ti is fordítva fogjátok hallani. Sőt, szinte biztos. Várjatok? Most megpróbálok valamit. Most el fog menni a hangja a játéknak. Kicseréltem a kábeleket, tehát ami a pirosat a fehérbe dugtam, a másikat meg a pirosba. Na nézzük, elég lassan kell közlekedni, tehát ha nem akarunk megmurdálódni. Nem tudom, tudok-e futni. Tudok. Ó. Elértük a célt? Elértük a célt. Ide kellett jönni. General! General, are you alright? Yeah, I'm fine. Jan, did you get the security key? Right here, sir. But the command base is lost. Well, what's the situation out there now? Messy. We had trouble getting here. If it hadn't been for this guy... Sergeant Rico Velasquez, sir. Well, Sergeant... Seems these two owe you, It's the enemy who owe me, not these two.
The Hellgas scum wiped out my entire platoon, and they'll be paying off that debt in blood for as long as I breathe. Sir. I see. Well, a useful man to have at your side, Yan? Absolutely, sir. Sergeant, how would you like to join Captain Templar and Shadow Marshal Luger on a mission of great importance to the war? An assassin. Shadow Marshal. This mission, it's gonna hurt the Hellgast. Very much so. I'm in. Okay. I'll go up to General Adams on the SD platform as planned. You three, find Colonel Hacka and get him to me as soon as possible. Tehát amúgy a játék története körülbelül arról szól, hogy volt egy nukleáris háború a Földön, és el kellett költözniük az embereknek más bolygókra, és igazából a Hellgastok egy olyan bolygóra mentek, ahol nem lehet belélegezni normálisan a levegőt, és eléggé megváltozott így a fiziológiájuk, és nem is tudnak rendesen lélegezni földi oxigént, és hát ők most megtámadták a Földet, mert hogy mi az, hogy az Izának az milyen jó az élete. Ez a Interplanetary Strategy Alliance, és azokkal mehetünk, illetve itt vannak a karakterek, lehet választani a következő küldetések, kivel menjünk. De Templárral ő ez, illetve lehet menni Lugerrel, ő a kém, illetve lehet menni Rikóval, aki az előbbi misszióban jelent meg először. Nagyon durván néznek ki ahhoz képest, hogy PS2, tehát tényleg ez is érdekes. A PS2-nek a végénél jött ki, tehát életkorának a végénél, és hát nagyon durva, hogy mit ki nem hoztak abból a konzolból, alig pár száz megahertzes gépről beszélünk. Pár meg a RAM-mal. These elevators look like they've seen better days. Let's take the stairs. És akkor most mehetünk is. Ő például, neki lehet látni, ilyen nagy ágyúja van, illetve valami rakéta eszköz is van neki. A másodlagos fegyvere egy pisztoly. De ő egy tarakét tetti. Aha, és neki túlerül a fegyvere. Úgy kell vele lövöldözni, hogy ne lehűljön túl. Tényleg egy ilyen dara tank. És mehetünk is előre. Ami nagyon látványos ebben a játékban, és szerintem azóta sem nagyon van, az amúgy a tározás, tehát tök jó. Szerintem az egyik leglátványosabb tározás van a videójátékok között. Illetve hát, ha jól látom, másodlagos fegyverként ilyen shotgun tud. Ja, ez most pont nem az a fegyver. Hoppá! És most használtam egy shotgun. És hát a társaink velünk jönnek. Ha jól tudom, nem halnak meg, vagy ha rosszul tudom, akkor meghalnak, és nagyon idegesítőek, amikor meghalnak. Na igen, itt volt az a rocket, amit mondtam, hogy ilyen rakétaszerű dolgot használjuk durva. És tényleg nagyon jól néz ki a játék. Ezek a Hellgastok. A játékot a Guerrilla Games készítette. És nagyon szoros összeműködés van az, hogy ilyen társaságban van a Sonyval, hogy meg kell ütök ezzel. Fogom és agyon ütöm. Sonyval együtt azért tudtak ilyen nagyon jó kis játékot összehozni. Grafikailag is ennyire jó. Tárazom. És hát, mint mondtam, eléggé kilőttem magát a játék, talán már vitára is jött rész. Ezt most nem tudom.
Biztosan. Viszont ebben a játékban még nincsen olyan jelentős életvisszatöltődés, és ezért nehéz. De itt nem olyan kódmész és lősz, hanem kicsit azért lassúbb a játék. Szépen haladunk befelé. Hoppá. Mondod, ott belőlök egy rakéta. Ezzel nem is lehet célozni ezzel a fegyóval. Oda belőttem a rakétát. És ott azért a fegyvereknek is van a hangja, remélem, hogy ezt is lehet rendesen hallani. Vannak hellgáz tisztek is. Jó, jó. Ez is jó karakter, ez effektívebb, mint a kém csaj. Kijön az ezelőtti pályán haladtam. Bankautomaták. És úgy hiszem, hogy valami történni fog. Ennyi volt. Ennyi volt a küldetés. Na, még egy küldetésbe belekezdek. És akkor utána meglátjuk, hogy mi lesz. A játékot ilyen 9,5-től 7,5-8,5 ilyen pontokat ért el. Tehát elég jó eredményeket kapott. Kíváncsi leszek erre a pályára, mert én úgy emlékszem, hogy ez nehéz volt. És látjátok, hogy az előbb kiválasztottam ezt a Rikót, és azóta is vele kell mennem. Több küldetésen keresztül kell vállalni azt a következményt, hogy te kiválasztottál valakit. Na, megvannak. Természetesen ez a játék is tévén néz ki a legjobban. Tehát nem számítógép monitoron. Várjatok egy pillanatot, csak hogy leellenőrizzem a hangokat, hogy jó, nem hangosabb nálam a játék. Azért az fontos. Tudjam. Jó. Hát ti még ott vagytok fönn. Semmire kellők. Ugrani talán nem lehet. Lehet, hogy ők nem tud. Valamelyik karakter tud. Passzolom. Hát ez nagyon jó, ez a fegyó. Mivel easy cap-el veszem, azért egy kicsi késés van, nem olyan könnyű nekem irányítani. Hát nem valós időben látom a képet teljesen. Aj, gránát gomb. Ahol látványosan dobja el, kicsit lassú. Kifogytam. De van ilyenem. Missziók között megmarad a fegyó. Na, gyertek.
nem sokan vagytok. Szuper. Valami fegyót találni kéne, vagy... Aha, ez az. Azt kerestem, 800 töltény ebbe. És most... Vajon merre kell menni? Ez ilyen zsákutca volt? Ja nem. Ó! Látom, hogy két szem fénylik. Ajjaj. Azt hiszem, hogy erősítés jön. Nekik. Természetesen nem nekünk. De az legalább elmegy. Ezt egy gránáttal talán meg tudjuk oldani. Ez a PS2-es játékokban mindig olyan picit repülnek el a gránátok, olyan fura. Akkorban még más volt a gránát repítési divat. Azt hiszem nem erre kell jönni. Azt hiszem arra kell menni. Mégis csak. Elég jó ez a fegyó. Én itt nem látok semmit. Lehet, hogy a kém csaj látna. Hoppá! Hogy le akarlak ütni? Na így. Igen, látványos animációt is kapunk. Tessé. Nem van itt. Ennyi. Ez is 15 perc volt ez a küldetés. Ez elég fura. Nem hiszem, hogy annyi lett volna. Vagy hogy azóta játszom vele? Az viszont lehet. Na. Itt még van egy ilyen kis vidi. Akkor ezt megnézzük. Executed in fucking Hellgas style. Jesus. No. No time. You're here for the spy, aren't you? Hacker. Hey, let me just give you... Yes, the spy hacker. Where is he? Has he been captured? Hellgast. Through there, 20 minutes ago. Templar? You've got a surprise coming, wouldn't you? You. Hoppa. God damn it! This spy better be worth all this bullshit. És... És szerintem ennyi lett volna a videó a Killzone. Ha mondom, ha csak PS3-otok van, akkor még beszerezhetitek esetleg PS Networkről, de ha PS2-tök van, akkor mindenféleképpen javallott ennek a játéknak a megszerzése és játszása, mert jó lett, és talán jobb, mint a új Killzone-ok, de hát azokkal nem nagyon játszottam a kettővel, és az nekem nem tetszett. Nagyon-nagyon-nagyon negatívan ért, hogy nem lehet több emberrel menni, nem lehet válogatni az emberek között. Viszont ez itt van, itt lehet, és lényegében bátran tudom javasolni. Én megköszönöm nektek a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!